Köszöntöm a nézőket! Nemlehagy György barátommal folytatjuk sorozatunkat 100 éves az Operett Színház címmel. Van egy zeneszerző, akinek lehet, hogy a nevét kevesen ismerik, ám de a dalait nagyon sokan. Nagyváradon például zongorázott Ady Endrének, Josephine Baker is énekelte az egyik dalát, de nem is mondok most többet, nézzünk meg tőle egy számot. Néke búk és gondok, nagy sátka, mint bolondok, akiknél a spórolás a fő. Én önnek egyet mondok, figyeld a kettős pontot, spórolni már nem előkelő. Ha van pénz, iszunk, ebben egyezünk, holnap majd mi is kényszer egyezünk. Elvesszük új ruhánkat, egyszer van csak vasárnap, hely ma rózsám, nagy urat leszünk. A zöld vadásznál este mozsikaszok, gyerünk egy fröccsöt, ígyunk babám. Eszünk egy virslit, arra csúszik a bor, utána perút iszunk talán. Én majd kifizetem a vizeket, és a többit ugye te fizeted. A zöld vadásznál este mozsikaszok, gyerünk egy fröccsöt, ígyunk babám. De szépen száll a hinta, szavamra nincs szebb, mint a Városliget, elmegyünk tehát. A ringling körbe-körbe, aztán a műszín körbe, elviszem, hogy művelje magát. Végül, ha nagyon művelt lesz szívem, képzelem, miket művel majd velem. Márkus Alfréd. Hát bizony, ez Márkus Alfréd olyan mátka volt a 30-as években, hogy csak Ábrahám Pál volt a konkurenciája. A szövegét ennek a dalnak Szenes Andor írta még, igen. És, mesélik, hogy szombaton elment a Dohány utcai zsinagógába Mátkus, és ott hallgatta Simon Földabit, aki elmondta, hogy az úr emígyen szóra, hogy Ábrahám, és mikor meghallott, hogy Ábrahámat emlegetik, már itt is a konkurencia mondta. És Frédi, mindenki Frédinek hívta, igen, ugye? Igen. Ez az a pesti középosztálybeli zsidó családnak a sarja, aki igenis törődött a gyerek zenei nevelésével. Ő kiskorában már zongorázni tanult, és mikor látták, hogy tehetséges, elvégezte a Zeneakadémiát. Kálmán Imrének volt az évfolyamtársa, és Jakobi Viktornak. Más szakmát is tanult közben. Na, de hát a szülők, ugye, mint ahogy Kálmán is, Huszka is, mindegyik bizonyos portgáli mesterséget el kellett sajátítson, ő is kereskedelmi szakiskolát végzett, és akkor utána leszerződött vidékre karmesternek, Aradon volt a színházban, de a színházat abszolút nem tudott megélni. Visszajött Budapestre, itt is pehje lett, ma a Városi Színházban, mai Erkelben volt karmester, ott meg az igazgató öngyilkos, tehát senkit nem tudta kifizetni, az tönkrement. Na akkor fogta magát és lement Nagyváradra, ahol a Zöldfa vendéglőben zongorázott. Ahova Ady is járt. Oda járt Ady is, meg Emőt Tamás, meg Juhász Gyula és Bíró Lajos, szóval jó társaság volt. De itt, amikor megérkezett, olyan ágadó szakadt volt, hogy a pincér nem akarta kifizetni a konflist, mert azt hitte, hogy ez egy szélhámos, és leültette, és addig zongoráztatta, míg meg nem győződött róla, hogy ez az új zongorista. Na de hát azért kis hely volt neki akkoriban Nagyvárad, és ő visszajött Budapestre, mert Czertkovics Béla szerződtette a Royal Orfeumban, ez a mai Madács helyén volt. Egy ideig még játszott a Zinger, azaz a Somosi Orfeumban, ami az Operett Színház lett később, és akkor leszerződött ide a Royalban, de hát itt ugye nem csak zongorázni kellett, hanem volt egy kis együttes, azt vezényelte, meg dalokat is kellett írni. Na itt kezdődött az ő komponista karrierje tulajdonképpen. Elképesztő kuplikát tudott írni. Aktuális dalokat kellett írni, úgyhogy amikor megjelent a Zeppelin Budapest felett, akkor Márkus írt egy dalt, hogy Zeppelined járok, amit az egész Pest énekelt vele. És ez de ennek a szövegét nem ő írta? Nem. Ennek a szövegét Weiner István írta, de az volt a pikantériája, hogy a Orfeum a nézők feje felett pontosabban
egy ilyen léghajó úszott át, illetve húztak át kötélet, és abban volt a műsor sztárgya, bizonyos Mezei Ilonka, aki ezt a dalt énekelte. De addig-addig énekelt, hogy még aztán Márkus feleségül nem vette, és ebből lett egy igen boldog házasság, sőt Mezei Ilonka még dal szövegeket is írt, sőt a lányuk is, sőt az apósa is írta Márkus Alfréd számokhoz a szöveget, tehát az oly jó ez a vasárnap például. Az ember örül az ágynak. Az országos sláger lett pillanatok alatt. És tulajdonképpen ez a tehetség olyan pillanatok alatt közkedvet lett a művészek között, hogy jöttek és kértek tőle dalt, hogy ezt írd nekem, ezt írd nekem. És akkor volt egy Dénes Oszkár nevű buffó, aki egy nagyon jó táncos komikus volt, 7 nyelven angolul, ifritűre, románod is föllépett, Bársony Józsi férjedet később, és akkor neki írta meg a Stux maga vérbeli Párizsi élet című dalt. Akkor ezt most hallgassuk, nézzük. Remélem, hogy rám ismert a mélyen tisztelt ház. Bonjour és a jó napot! Jöttem meg Párizsból, és oly nagyot találsz, hogy én most ilyen vagyok. Előnyösen hattok rám az Eiffel-torony, Notre-Dame és a Kies Blanc-Boulogne. Chevalier, moderát is, így átvettem én, s a nő mind sóhajt felé. Orfeum, ez nagyszerűen működött Márkus számára, nem csak azért, mert szerette csinálni, hanem olyan helyzetekbe került, amit azt hiszem vígjátéki filmekben lehetne eladni, mert például egyik este volt a műsorban 10 dib, ami kijött egy asztalon, és ott táncoltak charleston-t, tangót, valcert és nem, csárdást. És ez így ment minden este, és Márkus kíváncsi volt, hogy hogy tanulhatták meg, és mikor vége volt a műsornak, egy dibát hazavitt, hogy otthon kipróbálja majd, hogy tényleg a diba tud-e táncolni. És miután nem volt más lehetőség, éjszaka ment haza, a dibát kikötötte a konyhába, ő lefeküdt aludni, reggel arra ébredt, hogy milyen jó illat van. És akkor a felesége bejött, megcsókolt, azt mondta, hogy milyen figyelmes vagy, hogy egy ilyen szép hízott libát hoztál nekem. És akkor ugye az volt a baj, éjjel megsütötte a libát? Hajnalban fölkelt és megsütötte a libát. És akkor már sült a liba, mikor sose derült ki, hogy mitől tudtak a libát. Na várjál, a történet, az kiderült az, hogy hiányzik egy liba. És akkor Márkus, hogy ki ne derüljön, kiment gyorsan a csarnokba, és vett egy
körülbelül olyan libát, és ez bedugta a többi közé. Aztán eljött az esti előadás, ahol a libák kijöttek, és egy kivételével, aki mindig mindent elrontott. És hát tulajdonos nem tudott rájönni, hogy mi az oka, de mivel olyan nagy volt a sikered, és a közönség mulatott azon, hogy az összes többi mindent tud. Belekomponálta a számba. Azt hitték, hogy igen. Csak azt kérdezte, hogy mit csináljak ezzel, hogy ez nem tudja, mit azt mondta nekem. Hát, hogy vigyek haza és sem meg. Na, mindegy, ez aztán jöttek egyik dal a másik után, a legemlékezetesebb, ugye 1928-ban meghívták Josephine Bakert Magyarország, és ez egy világkörüli turné volt, egy-két országban, mint a Németország, nem engedték be, mert ugye akkor már ott ő alacsonyabb rendű fajnak számított, igen. Mint színesbőrű, és akkor eljött Budapestre, óriási tömeg fogadta a keletit, de már előző napokban az újságban megjelentek a hírek, hogy ilyen elköcstelen, pláne színes bőrű is. Hát és még a szöveget ezt, is szenzorázták. Azt mindjárt egy speség, és a parlamentben külön napirend volt, hogy a Josephine Bakerrel vagyjával a Feumban. És akkor úgy döntöttek, mert akkor is ilyen lelkes hazafiak voltak, hogy menjen egy bizottság, és győződjön meg róla, hogy ez valóban olyan elköcs romboló a produkció, mert ugye hát azt mondták, hogy Josephine Baker felül semmi alul néhány banán öltözetben táncolt. Kellett még valami banán. Igen, és még banán, meg pávatól, és tollat, hát igen. Megnézték, csak férfi volt. Hogy minél jobban eltakarják a testét, holott neki ez volt a védjegye. Persze, nagy nehezen aztán engedélyezték, és ez óriási siker volt. Czerkovics Béla írt neki egy dalt, a Josephine-t, amit végig énekelt aztán külföldön is, és így született meg az Én babám egy fekete nő, amit és Márkus ennek írt. A szövegét és ennek a szöveg úgy volt, hogy az Én babám egy fekete nő, így van, ha fürdik, boldog lehet a lepedő, és a bizottság ezen teljesen föl volt háborodva, mi az, hogy fürdik, mi az, hogy lepedő, és egyáltalán. Úgyhogy ezt át kellett írni, hogy boldog, akit megölelő. Ez lett a harmad szövegváltozata. Vigyáztak azért a szótagszámra. Nézzük meg ezt? Nézzük meg ezt, persze. Szívem olvad akár a pirítóson a vaj. Az én babám egy fekete nő, a szeme fénylő fekete kör, fekete hajú, fekete fajú, jól tudom boldog, akit megölelő. Fekete gyöngysor van a nyakám, fekete testén csak a banán, piros, mint tűz a szája, s a Charleston úgy viszálja, az én kis fekete babám. Thank you.
Orfeum korszakja sokáig eltartott a Márkus életében, de beleunt abba, hogy mindig megrendelésre írjon dalokat, és akkor ő próbálkozott, mert a 10 évek vége felé a Néma filmhez is írt zenéket. De hát operettet is szerzett. Na, de hát utána jött el ez a korszak, de az egész elindítója nem is az volt, hogy beleunt ebbe az életbe, hanem volt egy amerikai szám az egyik műsorban, amiben 6 majom táncolt és ugrabugrált. És senki Liba, nem tud... majom, rendesen és a nagy műsorszámot, igen, ám, de valamelyik, az egyik majom pontosabban gyűlölte Márkust. És állandóan mindenféle figurát csinált vele, leköpte meg mindent, és az egyik előadáson az történt, hogy elszabadultak, és ez levohant a zongorához, azon végigfutott, leszett a Márkus fejével a padokát, amit ő féltve őrzött addig, hogy ki ne redüljön, hogy kopasz. És ott beleharapott a kezébe, ez a nagy botrány volt, és akkor azt mondta, hogy soha többet se majmokkal, de Orfeumban is csak önálló számként, mert ő nem hajlandó. Na, innen kezdődött az a pillanat, hogy ő elkezdett komponálni. A 20-as években írt egy operettet, ami nem volt siker, utána jött egy másik, a Katica a Városi Színházban, az is valahogy eltűnt, de közben megjelent a hangos film. És a hangos filmben már az első, a Fidéves Gyorshoz, ami egy filmsketch volt, tehát bejött a színész, játszott egy jelenetet, majd filmben folytatódott a történet, majd visszajött a színész, na ehhez írta az első dalokat, és Vadnai Lászlóval szövetkeztek, hogy írnak egy operettet. Illetve Vadnai kitalálta, hogy előbb próbálják eladni filmnek. Senki nem bízott benne, de Vadnai, aki arról szólt, hogy van egy kislány, aki egy bankba elhelyezkedik, és beleszemett a vezérigazgató, ami hát nem volt egészen meglepően új téma, de rájöttek, hogy ezt valahogy hát a pénzt lehetne szerezni, ugye azért nincs úgy a nap alatt. A bankhoz mentek. Nem, az autócég tulajdonossághoz, ami ezt az amerikai kocsit Magyarországon akkor hozta forgalomba. És gyakorlatilag azt mondták a gyárnak, hogy a bizonyos összegért ez az autó lesz a filmben a főszereplő, e körül folyik majd a cselekmény, pláne amikor kiderült, hogy az angol változatban is készül, akkor már a cég kapcsolt, akkor rögtön jelentős összeget kaptak, ők is, meg a filmproducere, mert gyakorlatilag azért a Vadnai benne volt a gyártásban, és akkor így jelentkeztek a filmstúdióba, hogy itt van ez a pénz, és ez az autó, és ez lenne. Ez abszolút működött, és ebből lett aztán a meseautó. Na, de a meseautó előtt volt egy másik találkozás a Vadnainak Márkussal, mégpedig egy olyan operetbe, aminek az volt a cím, hogy a Csúnya lány. Ez a Csúnya lány szegény nem tehetett róla, a Mozsár utcába kezdte a pályáját, ahol Kabos Gyula egy ideig úgy gondolta, hogy ő nem tanulva semmiféle korábbi tapasztalatából, mint igazgató, drámai színházat működtet. El is nevezték az operett színházat művész színháznak. Bizony, igen. És akkor egy Dostojevszkit játszott, Zsolt Bélát, nem volt baj a műsorral, hanem a közönsége volt baj, aki esze ágában nem volt bemenni. Hát, operetre számítottak. Igen, igen. Úgyhogy szégyen, nem szégyen elővette a Vadnai által megírt Csúnya lány című operettet, és bemutatta ő bizony. És rögtön ide. Lett siker. És ez rögtön 50 előadást kihúzott vele, ami nagyon nagy szó volt, mert addig 3-4 előadással mindent megbuknott. Utána jött még egy másik közös operett Vadnaival, a Nőtlen férj, ami hát gyakorlatilag azért volt, ez is egy jó reklámfogás volt, a Vadnai nagyszerűen értett ezekhez a PR megoldásokhoz, mert kiderült, hogy hát ez Okos fiú lett volna a címe, de már ment egy olyan operett korában, hogy Okos mama is ennyi okos azért sok egy zenés műfajban, és akkor megkérdették, hogy pályázat legyen. És akkor az egész országból boldog-boldogtalan küldött címjavaslatot, hogy ez legyen, csak egy szolnoki kislány. A Nőtlen férfi. És megint a Nőtlen férj címet, és ezzel sikerült aztán el is adni a darabot. De gyakorlatilag
Hát a legnagyobb siker azért a meseautó. A meseautó. Tehát az akkora siker, hogy annak megcsálták a modern változatát. Igen. De még igen. A régit is vetítik. És hát ugye volt benne egy nagy újdonság, még akkor nem volt autórádió. És akkor, hogy a Mátkus dala megszólaljon, akkor kitalálták, hogy legyen a rádióból, az autóban egy rádió. És Percel Zita, ott ő, na őt nézzük meg most. Mese alóban színezős erdők során repülünk a szívünk tavaszán. Arany országút csillogó gyémánt korán repülünk a mesék kocsiján. Fenn az égben az angyalok vigyáznak rám, és a sors fogjatát a volánt. Csupa boldogság vár ezután rád és rám, a mesét meseszét kocsiján. Csak álom ezt talán, a boldogság után, már holnap mostohán mered rám a valóság. Nem ébredek fel még, könyörgöm, ó nagy ég, hadd álmodjam tovább ezt a szép nagy csodát. Mese autóban színezős erdők során repülünk a szívünk tavaszán. Arany országút csillogó gyémánt korán repülünk a mesék kocsiján. Fenn az égben az angyalok vigyáznak ránk, és a sors fogja tán a volán. A boldogság vár ezután rád és rám, a mesék mese szép kocsiján. Micsoda nagyszerű színésznő volt, törzsjenő volt. Törzsjenő. De Percel Zita. És egy nőgyógyász énekelt a rádióban, egy Ilosfalvi Gusztáv nevű zenész. Csináltam vele portréfilmet, fantasztikus nő volt, Rómában élt, és kimentünk hozzá, hazacsábítottuk, nagymamát játszott Kecskeméten, Illés Pista jó voltából, úgyhogy hál' Istennek megadatott nekem, hogy sokat lehettem vele együtt. Igen, ő is az abszolút példatlanul félretett. Igen, de hál' Istennek élete végén nagy sikereket aratott filmen, színházban, itthon. Visszatérve Márkusra. Igen. Aztán miután 6 vagy 7 magyar filmnek a zenéjét, Elnök kisasszonytól a Nehéz apáig sok slágert is adott, volt néhány operettje. De hát ugye aztán a 30-as évek végén őt is leparancsolták mindenhonnan, zsidó törvények. Akkor álnéven dolgozott ilyen műkedvelő zeneszerzők mellett egy-két filmben, de hát az ugye abból nem tud megélni. Akkor aztán az Omikénél lett zenei vezető, meg zenei kísérdő. Ez a zsidó kulturális szervezet. Ez egy kulturális egyesület volt. Itt még írtak ketten, azért micsoda idők, ez ugye félretéve, és ugye oda csak zsidók mehettek, és állandóan ellenőrzés alatt voltak. Itt két operettet Kellér Dezsővel, a Csöpit, meg az Első emelet hetet, amit ott játszottak is, de hát, hogy ugye adom már nem jelent meg, ez jelenhetett meg kritika. Az így. Egy nagyon szűk közönség volt. És aztán eljött az az, hogy amikor őket is bevagonírozták, akkor ezt Kálmán Imre mesélte később, hogy neki mondta el,
Mátkus, hogy hogy szöktek meg, lefizetve az ölt, a vagomból, a lányával és a feleségével, akkor hazamentek, de csak éjszaka, mert ugye ne, de már ki volt fosztva a lakás, természetesen semmi nem volt. Drága jó szomszédok. Igen, és akkor bujkáltak, de aztán be kellett menjenek a gettóba. És a gettóban annyi hit volt benne, és bizalom, hogy még ott is próbált melódiákat kitalálni. Sőt, van egy anekdota, hogy egy ilyen fiatal ember, aki ugyancsak ott bujkált, oda ment hozzá, és azt mondja, mester, írjunk egy operettet, én már tudom is a stágert, ha szeret egy icikét, picikét, ideadja a kis szívét. Na, ez már megvolt az operettből. Szóval persze Mátkus elküldte, és aztán 45-ben, amikor felszabadultak, akkor az a megtiszteltetés érte, hogy a magyar zeneszerzők őt javasolták, és Kodály Zoltánt, hogy menjenek ki Amerikába a zenészek világkongresszusára. Ez egy nagy esemény volt, főleg azért volt fontos, mert Mátkus a külföldi jogdíjait se tudta fölvenni ebben az időben. És akkor kiutaztak, és ott nagy fogadások voltak minden, és ő, aki elszokott évek alatt a evéstől, telette magát, és ott halt meg agyvérzésbe. Úgyhogy utolsó este bement a szállodai szobájába, és összeesett. Ott is temették el, Kodály mondott róla a gyászbeszédet. De milyen érdekes, hogy ott kint, ezt kevesen tudják, volt egy olyan slágere, hogy Natasa, annak az lett a magyar cím, hogy Ha majd a tavasz, amit a lánya írt. És ez 33-ban 5 hétig vezette az amerikai rádiókban a slágerlistát, és ha valaki majd utána néz a nézőink közül, megtalálhatja, hogy Doris Day-től Frank Sinatra-ig mindenki énekelte. Itthon meg a nevét sem volt szabad leírni. Lassan lejár az időnk, de még van egy bejátszás. Ez az a dal, amit én földolgoztam egy operettbe, aminek az a cím, hogy Ami késik, nem múlik, és ebbe Gergely Robert énekli. Na, ezt hoztam el, hogy lássuk, hogy ez az örökzöld még ma is hogy működik. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nézőknek a figyelmet, jövő héten is találkozunk, de most hallgassuk ezt a számot. Az édes muzsika. Ha majd a tavasz szívünkbe újra visszatér, elmúlik a tél, s elszáll a tél. Ugye szép babám, leszünk még boldogok talán, régi szerelem, de szép lesz minden, ragyog ránk majd az ég, s a szomjas számon megint a csókod ég, úgy, mint rég. Ha majd a tavasz szívünkbe újra visszatér, elmúlik a tél, s elszáll a tél.